A hőségben kutyáink szívesen mártóznak meg a Balaton vizében, így hűsítve magukat. Ugyanakkor fontos, hogy néhány alapvető szabállyal tisztában legyünk, mielőtt meglátogatunk egy kutyás strandot. Készülődünk reggel a strandra, mi az, amit vigyünk magunkkal? Hát az első és fontos dolog azért az legyen ott az oltási könyv. Mert ugye az a tapasztalatom, hogy bizony történnek balesetek a strandon, harapások, és ilyenkor az oltási könyvvel ugye gyorsan lehet igazolni, hogy a kutyusnak van érvényes veszettségoltása. Ez ugyanúgy vonatkozik az egyéb oltásaira is, főleg akik pedig nagy közösségben mennek, azért egy kenelköhögés elleni vakcináció sem ártana. A kötelező és a javalt oltások igazolása mellett fontos, hogy megfelelő mennyiségű tiszta víz is legyen a gazdiknál. Egyszer, hogy tudjuk rendszeresen itatni a kutyust. A másik meg én mindig el szoktam mondani a gazdiknak, hogy fürdés után a kutyust tiszta vízzel le kell mosni. Na most a legtöbb strandon van lehetőség arra, hogy tiszta vízhez jussanak, szerintem ez egy alapkövetelmény is. Ennek ellenére, hogyha nem árt, hogyha van nálunk bőségesen víz, és akkor ezt meg tudjuk oldani. Olyan kutyusok, akik hajlamosak fülgyulladásra, vagy volt fülgyulladásuk, nem árt, hogyha ott van a fültisztító folyadék, és akkor ilyenkor ezzel a külső hallójáratot is ki lehet tisztítani. Természetesen legyen egy kis törölköző, amivel le tudjuk törölni, meg legyen egy kis fekvő hely, egy kis rongyocskája, vagy egy takarója, amin aztán tud pihenni. Sokan kérdezhetik, hogy vajon miért szükséges leöblíteni a Balatonban fürdőző négylábúakat. Dr. Kádár Tamás szerint sok bőrbetegség megelőzhető ezzel az egyperces művelettel. A Balaton vize, meg általában az élővizek, azok eléggé szennyezettek. Tehát a homok, iszap, illetve hát különböző apró élősködők, rákocskák, stb. Ezek mind megtapadnak a szőrben. És addig, amíg egy embernél azért olyan komolyabb problémát ez nem tud okozni, bár ott is javasolom a fürdés utáni öblítést, ez a kutyáknál különösen veszélyes lehet, illetve hát a szőrzetbe ott befülled ez minden, és akkor utána egy bőrgyulladás könnyen ki tud alakulni. A hőség ugyanakkor egyre jobban kedvez a vírusos és az allergiás megbetegedések terjedésében. Ilyenkor az állatorvosi rendelőben is megszaporodnak az ilyen típusú esetek. Előtérbe kerültek a szezonális allergiák, amiknek a következménye szintén lehet egy bőrgyulladás, és ha amúgy is allergiára hajlamos a kutya, akkor egy ilyen egyéb fertőző ágens könnyebben megtelepszik nála. Tehát ez az egyik elsődleges ok, amivel gyakrabban emiatt találkozunk. Tehát az állatok ellenálló képessége se olyan jó már, úgy látom, mint régen. És ugye a nagy hőség az pedig megviseli a szervezetüket, nem csak direktben a bőrt, tehát az befülletet, hanem az egész immunrendszerüket. És emiatt az ellenálló képesség csökkenésével könnyebben kialakulnak különböző betegségek. Itt természetesen nem csak a bőrgyulladásokról van szó, hanem elég sok ilyen nyári vírusfertőzéssel találkozunk, főleg enterovírusokkal, amik gyomor, bélgyulladást tudnak okozni. A felső légúti vírusok viszonylag ritkábbak, de ugyanez vonatkozik a kötőhártyagyulladásokra, amik szintén gyakoriak, vagy a húzat miatt, vagy akár megint ugye az élővízbe való fürdés után. Ezért is fontos akár a szemnek is a lemosása, letisztítása, oda egy szemkörnyéki tisztító, vagy egy vízinszemcsepp, ez bőven megfelel, és ezzel gyakorlatilag akkor ki tudjuk tisztítani a szemét a kutyusnak. Hőség, szárazság idején a por és pollen koncentrációja is igen magas. Az erre érzékeny kutyák tüneteit enyhíthetjük, ha esténként leöblítjük szőrzetüket vízzel, ezzel is csökkentve az ott megtapadó pollent vagy port, amely irritációt okozhat négylábú kedvencünknél.